Idén már második alkalommal tartottak kerttörténeti sétát a Pintérkertben. Pécsen a Tetyén található arborétum a Dunadráva Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik olyannyira, hogy tulajdonképpen az udvara. Az arborétumban az óvodás korosztálytól kezdve a nyugdíjasokig különböző programokat igyekeznek összeállítani a szakmai munkatársak. A séták alkalmával túlnyomó részt a növényzetről esik szó. Tudtuk meg Komlós Attila marketing és kommunikációs menedzsertől. Ez most egy olyan alkalom, amikor a növényzetről csak érintőlegesen lesz szó, viszont a kert történetéről, a kor társadalmi viszonyairól, Pécs gazdasági közéleti szereplőinek hálózatáról is lesz szó, hiszen így jöhetett létre ez az arborétum. Ami nagyon érdekes és országosan egyedülálló, hogy általában ilyen fajta gyűjteményes kerteket a legvagyonosabb, leggazdagabb réteg képviselői hozták létre. Itt viszont más a példa. Pintér János egy tisztviselő volt, egy középréteghez tartozó ember, akinek volt egy ilyen szenvedélye, hogy gyűjtötte az örök zöld növényeket. A világban sok helyen megfordult, barátai kapcsolatai révén szertett a világ négy földrészéről, tényleg Ausztráliát leszámítva minden kontinensről vannak fafajok, kapott ajándékba növényeket, és így gyarapodhatott ez a kert, és jöhetett létre az, amit ma mi is megtekinthetünk itt a Mecsek oldalában. A Pintérkertben több védett növényzet is él, ami érdekes, hogy ma már a telepített növények és a mecsek természetes vegetációjának sajátságos egyvelege itt megtalálható. Avat be a különleges kert titkaiba a szakember. 50 kiemelt növény szerepel a kertben, amelyről egy okostelefon alkalmazás is információt nyújt fényképekkel, rövid leírásokkal. Ez a magja, de ezen kívül megszámlálhatatlan növényfajjal találkozhatunk. Azért néhányat megnevez konkrétan is. A bánáti bazsarózsa például egy különleges fokozottan védett növény, ami vadon a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben fordul elő, de itt a Pintérkertben is lehet látni, és az orchidea fajokat emelném ki, így összefoglalóan majom, kosbor például megtalálható itt a tavaszi idényben virágzik. Nagyon szép és látványos, és hát az örök zöldek, a különböző fenyőfélék, az arizonai ciprustól a lucfenyő át a vörösfenyőig, vagy a tiszafáig, ezeket mind-mind meg lehet tekinteni itt a kertben. Akadnak itt közel 100 éves növények is, amelyeket még Pintér János a kert tulajdonosa telepített 1926-ban. Ez a történeti séta tavaly kezdődött, de mivel nagy érdeklődése tartott számot, ezért idén is megtartották. A kert mellett oktatási központ működik, ennek köszönhetően az elméleti ismeretek mindjárt a gyakorlatban is megtapasztalhatók. A növényvilág mellett sokféle állat is megismerhető az arborétumban.